2020. október 2. Ekkor jelent meg a Crash Bandicoot 4, aminek szerintem nagyon sokat köszönhetek a csatorna életébe is, de egyébként is a Crash Bandicoot játékok számomra nagyon kedveltek, és emiatt is fogunk a mai nap az első éves évfordulója alkalmából tisztelegni a játék előtt. 2009. november 8-án érkezett egy olyan előzetes, amiben észrevettük Crash Bandicootot így versenyezni egy ilyen parkolóházban, és ott mögötte pedig egy maszkot vehetünk észre, aki ismeretlen volt, mert eddigi játékok során Aku-Aku és Uka-Uka ismert volt, itt pedig egy kis kertcsinálás, egy kis teaser volt a következő játékra, hát nagyjából a megjelenés előtt egy évvel, vagy pedig nagyjából fél évvel a leleplezés előtt, ugyanis 2020 júniusában volt a leleplezése, a bejelentése a játéknak, játékmenetet láthattunk, főképpen a Snow Way Out című pályából, de egy előzetest is kaptunk, amiben ámulhattunk a játékról, és be lehetett szólni azért, hogy hogy néz ki Crash Bandicoot. Ugyanis sokaknak nem tetszett, hogy hogyan néz ki, milyen az alakja, a modellje, hogy megváltoztatták, ami a Crash N. Sane Trilogy-ban volt, és a Crash Team Racing Nitro-Fuel-ban, mert átvette a Toys for Bob, és egy új motorra ültette át, ezért a nulláról indultak, tehát ezért is volt célszerű, hogy először valami újat, valami modern köntöst alkotnak, meg amúgy is a trilógia az a PlayStation 1-re jelent meg, így az új folytatása Crash 4 az legyen egy új köntös. Nekem akkor se volt bajom vele, most sincsen, én ezt szeretem. Szivárgott ki olyan információ, hogy több mint 100 darab pálya lesz a játékba, és ez, hát hogy is mondjam, ez félig meddig igaz is volt, ugyanis az invertált mód megduplázta a pályaszámokat, meg a flashback tépeket is beleszámították, a boss pályákat, így összesen tényleg lehet azt mondani, hogy nagyjából 100 pálya volt játékmenetbe, és aztán a későbbiek során júliusban pedig teljes játékmeneteket kaphattunk, illetve az egyik legjobb pályáról is, a Booty-Calls pályáról is kaptunk azt. Aztán képek kerültek ki, ahol látszódott egy Wumpa számláló, ez a végső megjelenésben nem volt benne, mármint így a Wumpa számláló, hogy maga a számot rendelnek, hogy hány darab Wumpa van a pályán, tehát az már ott nincsen, csak egy csíkot kell feltölteni. Aztán akkor a Dino Dash pálya és a Snow Way Out pálya már teljes mértékben elérhető lett, mármint hogy úgy lehetett játszani. És augusztusban egy újabb infobomba, egy narrált játékmenet videó került ki, amiben újabb játékmeneteket láthattunk, illetve a skineket láthattuk, hogy lesznek skinek, a játszható karakterek és az invertált mód lett leleplezve még. Augusztus végén pedig kaptunk egy új előzetest, ez az a flashback pályákról szólt. Szépen lassan csepegtették így az információkat. Szeptember elején már jelezték, hogy ha előrendelünk, akkor a játék demóját lehet játszani majd szeptember 16-ától, illetve a Tavna játékmenetet is bemutatták már. Aztán szeptemberben még megmutatták az utolsó maszkot is, mert eddig láthattuk Lanilolit, Ikakát és Kuponavát, és az utolsó maszk, amit lelepleztek, az Akana volt. Én már ezekre a videókra emlékszem, mert ezeket csináltam úgy, hogy a játék megjelenése előtt voltunk. És a megjelenés előtt szeptember 20-a körül jött egy újabb előzetes, illetve a multiplayer játékmenetről is készült egy ilyen viszonylagos leleplezés. Kb. Egy héttel előtte kikerültek a trófeák, hogy miket lehet megszerezni a PlayStation trófeákat tekintve, illetve a Xboxon ezek az achievementek, és akkor el kellett kezdeni vigyázni, ugyanis már október 2 előtt elérhetőek voltak olyan videók, amiben az összes átvezető videó ott volt, szóval én megpróbáltam semmilyen videóra rákattintani, de mivel én ezt követtem, ezért magukat a képeket bedobta, tehát a videóképeket lehetett látni, hogy meg a videó címeket, de nem kattintottam rá, úgyhogy október 2-től kezdve belevághattam egy vadonatúj platformer kalandba, a Crash 4-be. Azóta már megjelent PC-re, és a modok is elérhetőek lettek. Egy frissítés jött, amiben javítottak Polaron, illetve 2 darab új skint adtak a játékhoz. Viszont ami már régóta van így jelezve a rajongótábor felé, az a bizonyos Wumpa League, amiről még konkrétumot sajnos nem tudunk, de ott is gyűjtöm az infókat és készítem a videókat, hogy hogyan és merre halad az a történet, az a játék. Ettől függetlenül én már a Crash 4-nek is nagyon örülök, főleg, hogy PC-re is eljött, 2-szer is teljesítettem 106%-ra. Azt nem tudom, hogy 106%-ra fogom-e újra, de azt tudom, hogy fogok még vele játszani, mert olyan király modokat láttam. Például ez az N. Sane Trilogy-s modellváltozattal is majd szerintem lesz egy élő. Én figyelem a modos community-t, azt a közösséget, hogy miket csinálnak, és gyűjtöm az ötleteket, meg ti is adjátok ezekre. Szóval, ha jön Wumpa League, ha nem jön Wumpa League, számomra mindenképpen kiemelkedő lesz a Crash Bandicoot 4. Egy év múlva így vagyok vele, teljesen kész, viszont azért még vannak videóötleteim, a skin bemutató sorozatomat is folytatgatom szépen lassan, az is meg lesz, de hát nem sietünk mi sehová, itt vagyunk türelmesen, egy csapat. Találkozunk legközelebb.